Azt hiszem, hogy ez egész egyedülálló rendezvény volt, és én igazán nem voltam ennek a kezdeményezője, sőt, próbáltam lebeszélni róla Enikőt, de a tények az ő kezdeményezését igazolták, és örülök annak, hogy a mezőgazdasági társadalomnak az elitje összejött itt ebben a tényleg történelmi környezetben, és megpróbáltak megünnepelni egy embert, aki nem tudom, hogy érdemes-e erre az ünneplésre, de aki próbálta az életében összehozni valamiképpen a magyar mezőgazdaságot, a nemzetgazdaság többi ágazataival, mert meggyőződésem, hogy a továbbfejlődésnek az alapja és a feltétele az, hogy az ipar és a mezőgazdaság innovációs tevékenysége összekapcsolódjék. Ennek ezernyi példáját lehetne felsorolni, az akkumulátoros kertészeti kisgépektől kezdve a drónokig, és innováció nélkül nincsen előre haladás. Tehát ezt kell mindenképpen forszírozni, hogy a magyar mezőgazdaság, mint a legnagyobb és legértékesebb folyóirat, és az olvasói is megértsék azt, hogy nagy szükség van arra, hogy a magyar mezőgazdaság fölfejlődjön az Európai Unió legértékesebb, legnagyobb termelési értéket elérő országai közé. Gyuri bácsi, még egy kérdésem van csak. Mi ennek az aktivitásnak a titka, ha 100 évig akarunk élni ilyen aktívan, mit kell tennünk? Titok nincsen ebben. Nem tudom. Én, ha nagyon, nagyon gondolkodom rajta, akkor azt mondom, hogy talán az lehet a titok, hogy az életem első 18-20 évét nagyon békés, nyugodt, kiegyensúlyozott körülmények között éltem el, és ez talán akkumulálódott annyira a szervezetembe, hogy a 100. évén még kis elsegített.